Tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket! Önök a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kultúrpercek című magazin műsorát látják. Mai adásunkat egy kis visszatekintéssel kezdjük. A közelmúltban nagy sikerrel került megrendezésre a szlovák önkormányzat részéről a Haluskanap, és ez alkalomból nagy tisztelettel köszöntjük műsorunkban Krajcsovicz Andrásnét, a kondorosi és a békésmegyei önkormányzat elnökét, és érdeklődünk afelől, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a Haluskanappal kapcsolatban. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Hát ez évben már 13. alkalommal rendeztük meg a kondorosi haluskanapot és haluska főzőversenyt. Amikor elkezdtük ezt a haluskanapot, az volt a célunk, hogy egy már feledésben merülő hagyományt, szlovák hagyományt elevenítsünk föl, amelyel részben a hagyományokat, a kultúrát, részben pedig a nyelvhasználatot kívántuk erősíteni. Először csak néhány csapat jelentkezett, elsősorban kondorosiak, és utána évről évre egyre többen lettünk, szerencsére, és hát most már a megye szlovák lakta településeiből 6-7 településről voltak jelen. Jelen voltak természetesen a kondorosiak is, a szlovák önkormányzat, a szlovák klub tagjai. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy egyre több gyerekcsapat is versenyez. Versenyeznek a kondorosi civil szervezetek képviselői, és itt volt ebben az évben is nagy örömünkre testvértelepülésünkről, Nagycsallóról a gasztroteam csapata. Ebben az évben még férfiak is kivették részüket a versenyen, ennek is nagyon örültünk, és volt olyan két csapat, amelyik elejétől kezdve minden évben gyúrt, és reméljük, hogy majd a 15. évet is meg fogjuk élni, és akkor ők kitüntetéssel zárnak, ezek a Hriclányok és a Freestyle csapata. Nagyon örültünk neki, hogy megtisztelte jelenlétével ebben az évben az Országos Szlovák Önkormányzat elnök helyettese Nagy Tamás úr is rendezvényünket, és megtisztelte jelenlétével nagycsallói testvértelepülésünk alpolgármestere Németh László is a rendezvényt. A hagyományos módon folyt a haluskanap, háromfős csapatok versenyeztek, és igen szémszábban voltak érdeklődők, aminek nagyon-nagyon örülünk. Az alapanyagokat mi biztosítottuk, kétfajta haluskára, a harmadikat pedig mindenki olyat készített, amilyet akart. Az 5 tagú zsűrinek, akinek a vezetője Fábri Judit volt, nem volt könnyű dolga, hiszen nagyon sok szép terítés volt, amit láthattunk, és nagyon sok finom haluska volt, de nagyon ötletesen megoldották, hogy minden csapatból kiemelték azt, ami megkülönböztette a csapat munkáját a többitől, ami szerintük a legjobb, a legértékesebb volt, és így minden csapatot tudtak értékelni, minden csapatot tudtak díjazni, minden csapat győztes lett a maga módján, és hát elsősorban mi lettünk azok, akik győztesek voltunk, hiszen rengeteg sok finom haluskát tudtunk fogyasztani, amit ők elkészítettek, és menet közben még külön is főztünk haluskát, hogy a vendégeket azzal is meg tudjuk vendégelni. Az értékelés előtt fellépett a kondorosi rózsapávakör, és nagy örömünkre vendégül láthattunk egy Losoncról érkezett főiskolai csoportot, akikből majd óvónénik lesznek, és ők felajánlották, hogy a településükről szóló dalokkal is köszöntenek bennünket. Nagyon örülünk neki, és ezúttal is köszönjük nekik is. Köszönjük mi is, és gratulálunk ehhez a szép rendezvényhez, mert tényleg sokaknak szereztek örömet ezzel. De ezen kívül az év korábbi részében voltak olyan programok, amelyek említést érdemelnek a nyár folyamán. Melyek voltak ezek? Hát a kondorosi szlovák önkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik, a programjainkat a szlovák klubbal közösen tervezzük meg, és hajtjuk végre, és tulajdonképpen minden hónapban van valamilyen rendezvényünk. A januári évindító és programtervező után februárban téltemetőt tartottunk a szlovák nyelvet tanuló gyerekekkel, márciusban tojásfestést tartottunk a szlovák nyelvet tanuló óvodás gyerekekkel, és márciusban hagyományőrző disznótort rendeztünk, ezt is minden évben meg szoktuk rendezni. Aztán májusban minden évben egy közös szalonna sütést rendezünk a kondorosi civil szervezetekkel, ahol olyan 100 fő körül szoktak jelen lenni a többi civil szervezet tagjai. Júniusban szlovák tábort, most már harmadik évben szerveztünk szlovák tábort a kondorosi szlovák nyelvet tanuló gyermekek számára, és nagyon örülünk neki, hogy minden évben sok gyerek jön, szinte mindegyik, aki szlovák nyelvet tanul, és nagyon szeretik ezt a programot. Hagyományőrző kirándulást szerveztünk a szlovák klub tagjai számára, bekapcsolódunk a települési rendezvényekbe, így a falunapba, amely most kiegészült ugye a testvérvárosi szerződések aláírásával, megerősítésével is. Nagycsallón ugyanígy elmentünk Nagycsallóra, és ott is részt vettünk ezen a rendezvényen. Elmegyünk a környező települések rendezvényeire, Békésmegyében 17 szlovák lakta település van, ahol szlovák önkormányzat működik, az ő rendezvényeikre is elmegyünk, és aztán hát ugye a két legjelentősebb rendezvényünk a Haluskanap, most még szappanfőzést akarunk rendezni, és ezúton is szeretettel hívom az érdeklődőket, november 10-én szombaton délután a Napsugár vendéglőkert helyiségében szervezzük meg a hagyományos szappanfőzést, és hát a legnagyobb rendezvényünk, ami létszámban a legnagyobb, december 8-án a szlovák bál, ami még hátra van. Nagyon sok, ezt így elmondani is, hát még megcsinálni, és mindazok mellett, hogy a kondorosi önkormányzatának, a Békésmegyei önkormányzatnak is a vezetője, ezt igazából hogy bírja elővel? Hát tulajdonképpen ezeket a rendezvényeket már évek óta csináljuk, de hát ami a lényeg, hogy nagyon jó segítőim vannak. Ugye 4 tagból áll a kondorosi szlovák önkormányzat, és akkor hagyj mondjam el a nevüket is, az elnök helyettes Bertokné Kohút Emilia, a pénzügyi csoport vezetője Szebegyénszki Mihály, képviselő még Rosszik Jánosné, és van egy külső tagunk, aki elsősorban pénzügyi csoport munkájában vesz részt, de mindenben segít, Jankovics Mihályné. És rajtuk kívül ugye még nagyon sok segítünk van, hiszen a szlovák klub, melynek a vezetője most Sonkoly Mihályné, közel 100 tagot számlál, és hát ha nem is mindannyian, de olyan 70-80 fő minden rendezvényen részt vesz, és vannak olyanok, akik aktívan segítenek a munkában is, úgyhogy hát ezt csak így lehet csinálni, és hát amíg úgy látjuk, hogy van értelme, addig csináljuk, amíg úgy látjuk, hogy van értelme azokat a hagyományokat megőrizni, fenntartani, amelyek valamikor az őseink hagyományai voltak, hiszen Kondoros és a Kondoros környéke valamikor szlovák lakta település volt. Nagyon sokan emlékeznek még biztosan arra, hogy szülők, nagyszülők szinte nem is beszéltek magyarul, csak szlovákul. Hát ezeket a hagyományokat és valamilyen szinten a nyelvet is próbáljuk őrizni, és amíg ennyi ember van mellettünk, ha nem is tagjai a szlovák klubnak, de eljönnek ezekre a rendezvényekre, és segítenek bennünket, hát addig érdemes csinálni. Vannak támogatóink, vállalkozók, és hát természetesen olyan támogatásokból tudjuk ezeket a rendezvényeket megvalósítani, amelyeket központi költségvetésből is kapunk, ugye működési támogatást kap a szlovák önkormányzat, feladatalapú támogatást kap, a működési támogatás összege minden önkormányzatnál ugyanakkora, feladatalapú támogatást kapunk, itt már az elvégzett feladatok alapján differenciálnak, mi általában nagyon jó pontszámot kapunk, és hát nyilván ezzel több pénzt is, és pályázni szoktunk, és az Emberi Erőforrás Minisztériuma jelentős összeggel támogat bennünket, pályázatokon nyert összeggel, és hát úgy tudjuk ezeket a feladatokat megvalósítani, ezen kívül támogat bennünket a települési önkormányzat, és hát utána ezt az összeget a szlovák önkormányzat rendezvényekre fordítja. Hát rendkívül dicséretes teljesítmény ez, és tényleg köszönet érte, hogy ezáltal a hagyományok még sokszínűbbek, hisz azért minden mellett más jellegűek is vannak a településen. Köszönet ezért az önkormányzatnak és mindenkinek, aki részt vesz ebben a munkában, és hát a továbbiakhoz nagyon jó egészséget és sok erőt kívánunk, és természetesen majd tudósítunk azokról az eseményekről is, amelyek még az év hátralévő részébe kerülnek megrendezésre. Köszönjük szépen, és ha még megtehetném, hogy a szlovák bálra fölhívjam a tisztelt nézők figyelmét. December 8-án fogjuk ebben az évben megtartani a szlovák bálat, és ezúton is szeretettel hívunk mindenkit, vegyen részt a szlovák bálon, hiszen ezzel is a hagyományokat, a nyelvet próbáljuk erősíteni. Nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a 17 településből szinte mindegyik jelen szokott lenni testvértelepülésünk is, és ezen a rendezvényen egy rövid rövid nemzetiségi műsort tartunk. Először a gyerekeink, akik szlovák nyelvet tanulnak, az óvodások, majd az iskolások lépnek föl, utána a hagyományőrző népdalkörök, és már 9. éve ebben az évben kerül majd átadásra a Békésmegye szlovákságáért kitüntetés itt Kondoroson, és hát még a személyét nem tudom, hogy ki lesz az, aki kapni fogja, de mindenképpen nagy megtiszteltetés, mert minden esetben olyan ember kapja, aki már több évtizedet dolgozik szívvel, lélekkel a magyarországi, a Békésmegyei szlovákságért. Mindenkit szeretettel várunk. Ebben az évben is a talpalávalót a Melodi zenekar fogja játszani, mint sok éven keresztül. Ők magyar és szlovák dalokat is játszanak. A vacsora ára nem változik, 2000 forint lesz úgy, mint eddig is volt, és közkívánatra maga a vacsora is az lesz, ami eddig is volt, mert ezt nagyon szeretik az emberek, úgyhogy tárkonyos ragóleves és marhapörkölt lesz a vacsora. Mindenkit szeretettel várunk, tehát december 8-án délután 5 órakor a Kondorosi szlovák bárra. Kedves Jutka, köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jó hangulatban telt el a hétvégi retroparti a művelődési házban. A munkanap ellenére sokan elmentek és jól érezték magukat. A két DJ, Olá Peti és Kasnyik Marci köszöni azoknak, akik elmentek, és legközelebb november 17-én szombaton a Halloween party keretében várják ismét az érdeklődő bulizni vágyókat. A továbbiakban hallgassák meg sporthíreinket. Labdarúgás. Tovább tart a Kote jó sorozata. Hazai környezetben parás hangulatú mérkőzésen a Szeghalom csapatával mérték össze tudásukat, és 0-0-ás félidő után 1-1-re végeztek. A mérkőzés érdekessége volt, hogy a gólok az utolsó percekben estek, illetve hogy a Szeghalom kispadján a tavaly még a kondorosi fiúkat edző Janis János ült. A hétvégi 11. fordulóban október 20-án 14:30-kor Körösladányba lépnek pályára a kondorosi fiúk. Az ifjúsági csapatnak, az U19-eseknek az elmúlt hétvégén nem volt mérkőzésük. Október 20-án 11 órakor a Tóth-Komlós csapatát fogadják a városi sporttelepen. Kézilabda. Az elmúlt hétvégén megszerezte első győzelmét a kondorosi kézilabdaklub. Új-Kíjósra látogattak a kondorosi fiúk, és a felföldi István ese ellen 35-20 arányban bizonyultak jobbnak. Ezzel a 9. helyre jöttek fel. Az ifjúsági csapatnak már kevésbé sikerült az új-kíjósi kirándulás, 33-31 arányú vereséget szenvedtek a felföldi István esétől. A hétvégén, október 20-án mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapat itthon játszik. A felnőttek 18:15-kor a Pick Szeged U23-as csapatával mérkőznek meg, még az ifjúságiak az Algyő csapatát fogadják. A hétvégén, október 14-én pályára lépett a Kondoros megyei elsőosztályú csapata is. Hazai környezetben fogadta a Békés Csabai BDSK második csapatát, és 23-20 arányú vereséget szenvedtek. Legközelebb, október 21-én vasárnap 16 órakor lépnek pályára, Gyulára látogatnak a kondorosi kézilabdások. A női kézilabda bajnokságban az elmúlt hétvégén nem játszottak a Szarvas-Kondorosi vegyes csapat tagjai, azonban az előttünk álló hétvégén Békésszentandrás csapatát fogadják. Október 19-én pénteken 18 órai kezdett el. Rangos esemény színhelye lesz Szarvas a hétvégén, október 20-án, ugyanis a Blue Gym Aerobic Egyesület szervezésében ott rendezik meg az Aerobic Magyar Kupa döntőjét. A program 9:35-kor a megnyitóval kezdődik, majd 10 órától a versenyekre kerül sor. A helyszín a városi sportcsarnok, az Alkotmány utca, Somogy utca keresztődésében. Minden sportszerető érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők. Magazin műsorunkban folyamatosan nagyon sok szép kickbox eredményről számolunk be, a kondorosi fiatalok jó eredményeiről. Mai adásunkban is egy hasonlót teszünk. Szeretettel köszöntjük Kozman Mónikát, aki nagyon sok szép érmet és díjat hozott. Mit kell ezekről tudni, Mónika? Legrégebben voltam magyar bajnokság, ahol első lettem, és azzal mehettem a világbajnokságra. Hol tartották ezt a világbajnokságot? Hol? Olaszországba. És milyen helyezést értél el? A harmadik lettem. Nehéz volt megszerezni ezt a harmadik helyet? Igen. Sokkal nehezebb egy nemzetközi versenyen? Felkészültebb? Igen, azért nehezebb. Szép eredmények. Itt van mellettem egy hatalmas nagy díj. Ezt hol nyerted? Csehországban. Ez volt a legújabb, ezt nemrég nyertem. És ezt hanyadik helyezésért adtad? Az első helyért. Gratulálunk. És jár hozzá egy érem is, vagy ez egy másik kategória? Ez egy másik kategória, ahol a harmadik lettem. Sok szép eredményt érsz el. Sokat edzel? Heti 4 edzés van. És hol te Békés Csabán versenyzel? Igen, Békés Csabán. Csapat neve? Debrecen Team. Debrecen Team. Sok versenyre jártok? Ja, igen, majdnem az összesen ott vagyunk. Mi lesz a következő? Decemberben lesz. Hol? Esztergomba. Szintén Esztergombát, onnan kellemes emlékekkel jössz haza. Az milyen? Egy nemzetközi jellegű, vagy bajnokság? Hát bajnokság. Hogyan zajlik egy ilyen világbajnoki verseny? Mikor értek oda? Hát általában hamarabb indulunk egy nappal, és ott még van időnk, hogy egy kicsit felkészüljünk a versenyre, és ott azt csinálunk, amit akarunk. Városnézésre is? Városnézésre is jut idő. Itt olyankor szoktatok találkozni más országok versenyzőivel is? Hát azért igen, főleg a világbajnokságon teli van az egész város. És baráti kapcsolatok vannak? Hát várra van. Melyik csapatnak a versenyzője vagy? A Debrecen Teamnek, ahol Debreceni Dezső az edző, és nagyon szépen köszönöm neki az egész éves felkészítést. Szép eredményeket értél el, és akkor örülünk neki, hogy elmondtad ezt nekünk, és további sok sikert kívánok. Köszönöm. Adásunk további részében hallgassák meg programajánlónkat. Kondoros város önkormányzata és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tisztelettel meghívja a kondoros lakosságát október 23-án 14 órára az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre. A rendezvény helyszíne a város főtere a katolikus templom előtt. Rossz idő esetén a művelődési házban kerül megrendezésre a program. A koszorúzás a katolikus templomnál található Laurinyec András emléktáblájánál lesz. A Földünk több sincs témaév keretében hulladékgyűjtési és kupakgyűjtési akciót szervez a kondorosi Több sincs óvoda. A gyűjtést október 24-én és 25-én egész nap és 26-án reggel 9 óráig rendezik. A helyhiány miatt most csak 3 napos az akció. Kérik, hogy a papírt összekötve dobozokban, a kupakokat zsákokban hozzák az óvodába. Ugyancsak a Több sincs óvodával kapcsolatos hír, hogy október 25-én 10 óra 30 perckor Baba Mama Klub lesz az óvodába. A téma a csecsemő és gyermek újraélesztés, sürgősségi balesetek ellátása. Az előadó Szabóné Csendes Ildikó elsősegélynyújtó oktató, középiskolai tanár lesz. Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. További információk a Facebookon, az Élet pocakon belül és pocakon kívül Kondoroson nevű csoportban. Ugyancsak október 25-én 17 óra 30 perckor Frankó Tünde természetgyógyász, kineziológus szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Dérczy Ferenc Könyvtárba, ahol a Szülők Iskolája előadás sorozat első alkalmára kerül sor. Az előadás során a családi szerepeket és erőviszonyokat elemezhetik, és a rend felállításának módszerét tudhatják meg a kedves érdeklődők. Frankó Tünde munkája során szerzett tapasztalatai alapján állította össze azokat a jó tanácsokat, amelyek a pozitív visszajelzések alapján kiválóan működnek a családokban. Az előadáson való részvétel ingyenes. Október 28-án vasárnap a kondorosi atléták szervezésében kerül sor a 6. kondorosi félmaraton futóversenyre. Az ingyenes utcai futóversenyre nevezni reggel 8 órától lehet. A rajt 9 órakor lesz. A távok félmaraton egyéni, 2 fős váltó és 4 fős váltó. Kedves nézőink! Ezzel mai műsorunk véget ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra!